M. Mester Katalin legújabb, sorban a 10. könyvét mutatta be szeptember 6-án a Városi Könyvtár és Művelődési Ház olvasótermében. Bensőséges hangulatot teremtett az est indítójaként a Zeneiskola kamaracsoportjának előadása. Szente Takács Anna igazgatóasszony humorral fűszerezett megnyitójában köszöntötte a szép számú közönséget, és méltatta a szerző sokoldalú tevékenységét. Városi Könyvtár és Művelődési Ház olvasótermében, lovagtermében. Az első percekben Ihászné Szabó Katalin vezetésével a Devecseri Zeneiskola kamara csoportját hallhatták, méghozzá név szerint Kelemen Alexandra, Bakos Noémi és Varga Noémi előadásában egy népdal feldolgozás csoport adtak elő a hölgyek. Köszönjük szépen, hogy egy ilyen vidám és hagyományőrző felütést adtak a mai könyvbemutatónknak. Köszönjük szépen! És akkor nagy szeretettel köszöntöm Önöket, M. Mester Katalin Leporolt igaz gyöngyök című könyvbemutatóján. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a művésznő, hogy az előbb szólította egy vendég, ő megtisztelt minket azzal, hogy a 10. könyvét nálunk mutatja be. Katalin rendszeres olvasója a könyvtárunknak, nagyon sok kutatómunkát végez itt a helytörténeti gyűjtemény anyagai között, és valóban indik rá ez a név, hogy művésznő minden pejoratív felhang mellőzésével. És sokszor kértem Kati nénit, hogy ugyan már nálunk is, de menj csak a Somlóra, menj Torosziba, menj Dobára, Veszprémbe, mindenhova, csak ide nem. Hát ide kutatni járt, meg fénymásoltatni, meg megmutatta a gyöngyeit. Gondolta, hogy elég belőle ennyi is. De végre megszánt minket, és lám, igazam volt. Egy teremnyi ember kíváncsi rád, és akkor még mennyien, akik otthon paradicsomot főznek, és valójában kíváncsiak rád, csak más egyéb bokros teendőik nem engedték, hogy itt eljöjjenek. Tehát nagy megtiszteltetés az, hogy nemhogy bemutathatjuk a 10. kötetét, a Leporolt igaz gyöngyök című kötetet, hanem a könyvtárat felkért arra a
megtisztelő pozícióra, feladatra, hogy kiadói szerepet is vállaljunk a könyvében. Ez külön értékét adja számunkra, a könyvnek, remélem az önök számára is. Minden nehézség ellenére természetesen egy könyvtárnak felvállalt és ki nem mondott feladata az, hogy a kultúrát minden formájában támogassa. Ilyen formában támogatjuk mi a 2 éve alakult, talán másfél éve alakult Gárdonyi Géza Emléktársaságot is. Intézményünk is alapító tagja az emléktársaságnak, és nagy tisztelettel köszöntöm itt a körünkben az emléktársaság elnökét, elnök asszonyát, Bognár és Simon Katalint. Szerintem ebben az emléktársaságban Kati néni, emmester Katalin is nyakig benne van, volt, és létrejöttében is, de mivel hogy ő olyan szerény, és oly mértékben tudja, hogy mikor kell visszahúzódni, hogyan kell támogatni a fiatalokat, ösztönözni, hogy Katit, másik Katit, Bognár és Simon Katalint kérte fel erre, akceptálta, hogy legyen elnökasszony. Mester Katalinról szerintem nem sok mindent kell elmondanom, mindenki ismeri, de azért természetesen néhány szóval be kell, hogy mutassam. Közel 2 évtizedig gyakorló pedagógus volt, tanítványai mai napig szeretettel emlékeznek rá. Itt van egy volt tanítványa, Buruc Erika, aki fel fog olvasni egy részletet az írásaiból. És utána közel 2 évtizedet töltött a közigazgatásban, a oktatás másik oldalát is megismerve. Valószínű, hogy az első 2 évtized az maradandó emléket hagyott Kati néniben. Elmester Katalin emellett, hogy amit elmondtam, hogy gyöngyöt fűz, és már fél népi iparművésznek vallja magát, mert ugye minősítetti a gyönyörű nyakláncait, bármi mindegyiket, tehát átengedtük volna a rostán, ő azért látja, hogy mi a hibája. Gyönyörű képeket is alkot, fest, rajzol, amit láthatnak itt, illetve a háttérben. Emellett a Veszprém megyei napló hasábjain rendszeresen megjelennek és megjelentek írásai. És ami számomra külön öröm, hogy erre az egy alkalomra főtisztelendő urat, főtisztelendő Nagy Nándor Rihárd plébános urat is ide csábította nekünk. Teljesen más oldaláról fog megmutatkozni plébános úr, méghozzá zenei képességét fogja nekünk bemutatni. Szerénykedik, mi a próbát hallottuk. Hát én még hallgattam volna, de hát szerintem valahova temetés talán, vagy nem tudom hova futott, teljesen mindegy. Szerintem nagyon élvezetes kis betét lesz Léváros úrnak az előadása, amit szerintem legalább annyira várnak, mint a könyvben mutatót megjelentek. Orosziból érkezett hozzánk Rezeli Mária, akit megkére, hogy egy verssel lepje meg a közönséget, illetve örvendeztesse meg Mester Katalin. Kedves Katalin, egy szép verssel szeretnélek köszönteni téged orosziból, amelyik az egész életedet jellemzi. Gabriela Mistral, a szolgálat. A természetben mindenben a szolgálat vágya él. A szél szolgál, a víz szolgál. Ha fát találsz, ültesd el magad. Ha hibát találsz, javíts ki magad. Ha olyan feladatot, melyet senki sem vállal, vállalt fel magad. Öröm jónak és egészségesnek lenni, ám még nagyobb öröm szolgálni tudni. Ne hidd azt, hogy csak a nagy szolgálat érdem, az apró szolgálat öröme is létezik,
Például, amikor meglocsolod a kertet, rendet raksz a könyvek közt, vagy megfésülöd egy kislány kócos haját. Ne hidd tévesen, hogy szolgálni kis emberek dolga. Az életet és fényt adó Isten is szolgál, s joggal hívhatjuk őt így, ő, aki szolgál. Naponta néz kezünkre, s kérdezi, szolgáltál-e ma? Kit? Egy fát? Barátot? Szerettedet? Köszönöm, hogy megengedett, hogy szolgálhassak. Mindenkit, aki megjelent ma M. Mester Katalin könyvbemutatóján. És nagyon köszönöm a könyvtár vezetőjének Annának, hogy ilyen kötetlen hangnemmel szólította meg Önöket, mert én azt szeretném, és Katival mi azt szeretnénk, hogy ilyen jó kedvel, örömmel és azzal az érzéssel üljenek itt végig, hogy oly érdekes estét töltöttek itt körünkben, hogy sokáig emlékezzenek rá. Én, mint a Gárdonyi Géza társas emléktársaság elnöke, és Kati, mint az elnökség tagja, úgy gondoltuk, hogy egy irodalmi társaságnak, aki felvállalta, hogy Gárdonyi Géza emlékét Debrecenben és országszerte is őrzi, mivel mi vagyunk az elsők, akik Gárdonyi Géza emléktársaság nevén felvállalták a nagy írónak a munkásságát, a hozzá kapcsolódó irodalom terjesztését, akár kutatást is, amiről Önök is hallani fognak. Úgyhogy nagyon remélem, hogy lesznek olyanok, akik a mai nap után közénk akarnak tartozni, ezért hoztam is Önöknek egy pár belépési nyilatkozatot. Azt gondolom, hogy nagy tisztesség olyan emberek közé tartozni, akik ilyen kis településekről viszik akár az irodalom, akár egy nagy írónak az emlékét, és őrzik az ő munkásságát. És akkor szeretettel köszöntöm az írónőt, és még az Anna beszél, nekem az jutott eszembe, hogy annyira jól körülírtad, és nekem amit mondtál, arról a polihisztorió szó jutott eszembe. Én azt gondolom, hogy a Katira igazán illik ez. Jó, és akkor én szeretném megmutatni ezt a gyönyörű kötetet, amit most köszönök a Katinak. És hogy tudják, vagy tudjátok, akivel tegeződöm, hogy mi a Katival nem beszéltük meg, hogy ma miről fogunk beszélni, hanem én szeretném az én benyomásaimat a könyvről nagyon röviden a kérdések alapján elmondani, és szeretném, ha a Kati azokra a kérdésekre válaszolna jó bőven és hosszan, hogy ne engem hallgassanak, hanem az írónőt, az íróasszonyt, és semmit nem beszéltünk meg előre, így higgyék el, úgyhogy a Kati azt fogja elmondani, ami az ő érzéseiből a kötettel kapcsolatban, és én szintén így vagyok vele. Sokat gondolkodtam, hogy mivel kezdjünk, és látják, hogy tettem egy könyvjelzőt, és azt is megmondom, hogy miért. Ahhoz a részhez tettem ezt a könyvjelzőt, ami a rádióban elhangzott írásokról szól, és az egy csepp emberség. És én megmondom őszintén, hogy sok-sok-sok-sok novellába, elbeszélésbe, írásba, kutatásba beleolvastam a könyvből, és ez mégis valahogy nekem úgy tűnt, hogy ez egy olyan ember hitvallása, aki nagyon szereti a hazáját, nagyon szereti a szűkebb környezetét, a Somló környékét, Debrecent, nagyon szereti a családját, és hogy ezért ő tenni is a és ha nem haragszol, Kati, én ezzel kezdeném. Tessék, gondolom, belőle részletet. Szeretnétek, kérlek, hogy olvassak belőle részletet. Jó. Ezért kötődöm. A kezdetét nem olvasnám fel, jó? Ezért kötődöm a bakony lábánál elterülő tájhoz, az eldobott kalapformájú somló látványához, a tornapatak keskeny csíkjához, ahol élek. Kötődöm a sümegi vár méltóság teljes sziluettjéhez, a kapjágy fényeihez, melyet tiszta éjszakán messziről látni. Aztán még egy rész, jó? Egy picit. Szeretem az öcsi dombok lankáit,
a kefeerdő pamacsát, a szőcihegy virágzó kökénybokrait és a debecseri kesztenyefákat. Szeretem a törött keresztet a Nyirádi út mellett és az itt látható bauxit színét az út mentén. És még az utolsó mondatot engedjék, majd felolvassam ebből a kis részletből. Ez a szén hazám, a gyermekeimé, és remélem majdan az unokáimé is. Ez a föld a hazám, legszentebb örökségem. Legyen áldottak rögös útjai. Én azt gondolom, hogy ez olyan nagyon szép gondolat, hogy kezdjük ezzel. Hát igen, a Kossuth Rádió kért fel egyszer, hogy volt egy félperces vagy egyperces, hogy mit jelent nekem a haza, valami ilyesmi, és hát gondolom kevesen hallották, hát nagyon törtem a fejemet, hogy hogy tudnám összefoglalni, és kétszer is volt felkérésem, és beletettem ebbe a könyvbe, mert különben még a gyerekeimnek is elveszne ez a dolog, nem hogy az unokáimnak, akik sajnos nem e hazában élnek, úgyhogy csak elfacsarodik a szívem, és mindez még a Vörösiszap előtt íródott. Vörösiszapon és után lehet, hogy a bauxitot nem emeltem volna ki. Szóval az emberi élet változik. Anna megnyitójára visszatérek, telefonon beszéltük meg, és azt kértem, hogy Anna ne nagyon méltas. Emlékszel, Anna? És én úgy érzem, hogy nagyon felemelt engem, hát a művésznőt egész vicces, mindig mosolygok rajta, hogy kit szólítanak meg. Egyszer Sümegen volt kiállításom, és ott szóltak utánam a püspöki palotában, és körülnéztem, hogy kinek szólnak. Ne, itt helyben nem szeretném, csak maradjak Kati a továbbiakban is egészen mosolyfakasztó, hogyha ezt hallom. Ugye az ember, aki teszi a mindennapjait, az nem érez ilyesmit. De köszönöm, Anna nagyon kedves, humoros volt a beszéd. És Katikám, mit kérdeztél? Igen, én a hitvallásodat. Hogy jól gondolom, hogy ez egy fontos dolog neked, hát, amit itt megírtál. Igen, ugye 200 valahány oldal ez az egész. A hitvallás az emberben mindig benne van. Most én egészen konkrétan nem is emlékszem rá, de talán olyasmire, hogy kitértem a magyar nyelvre is, hogy mennyire fontos nekem egynyelvűnek a magyar nyelv ápolása és szép művelése, ahol értik, hogy mit jelent egy biling szőlő. Mert ugye ezt csak egy anyanyelvi érti. Anyanyelvű érti, olyan anyanyelvű, aki csak azt beszéli. És gyűjtöttem azt hiszem ilyen szócsoportot, hogy ez az én hazám, mert itt értik a szavamat, a szavam mögött rejlő gondolatokat. És ez rendkívül fontos, mert én lehet meg tudnék tanulni egy nyelvet, úgyhogy időjárásról valamiről tudnánk beszélni, de a lélek mélységeibe, olyan szférákba, amiből az ember minden nap táplálja magát, nem hiszem, hogy meg tudnék tanulni egy nyelvet, sőt, biztos vagyok, hogy nem, ez csak anyanyelvemen tudom megélni, és ezért rendkívül fontos nekem a nyelv. Szerencsére az unokáim is jól beszélik a nyelvet. És a hitvallásunk, ha nem is írjuk le mindig, mert mikor kérik meg az embert ilyesmire, meg mikor fogalmazza meg, a tettei, mindennapos tettei, amit csinál, amit tesz, hogy megöntözi reggel a virágokat este, hogy törődik a háza környékével, hogy szolgál, hogy figyel a gyerekeire, hogy figyel a szüleire, hogyha majdan odaér az akkor, hogy figyel a kollégákra, és hogyha esetleg megbántják, akkor nem durván visszamorog, hanem nyel egyet, aztán tisztességgel viselkedik még azzal is, aki megbántotta talán. Valami ilyesmi a hitvallás. Beszéltünk arról, hogy mit csináljunk, üljünk-e vagy álljunk, de azt gondoltam, mondtam Katinak, hogy ha leülök, akkor nem látom az arcokat, nem látom a reakciókat, és önök sem látnak engem. Talán szükség van az artikulációra, vagy nincs hangosítás, hogy hallják a szavunkat. Úgyhogy így leszek, így állva, én állva maradok, ha megengedik. Talán így jobban tudunk kommunikálni egymással a szemünkkel. Én közben leülök, jó? Mert az olyan furán néz neki, ha én itt álligálnék. Mert én megígértem, hogy rövid leszek. Hát akkor a könyv születése történetéről szeretnék egy pár mondatot, ha a Kati elmesélne nekünk, és nagyon örülök, hogy ez a 10. kötet, és én itt lehetek, és én beszélgethetek a Katival, és elmondom, hogy engem mi foglalkoztat, amikor a kezembe vettem ezt a könyvet, mi foglalkoztatott, és akkor több kérdést fogok feltenni, jó? Jó. Tehát ahhoz, hogy megértsük igazán, hogy miért ez a könyv címe, az szerintem a bevezető, ami engem úgy igazán meghatott, vagy inkább azt is mondanám, hogy úgy gondolatokat fogalmazott meg bennem, azt mindenképpen olvassák el, mert akkor fogják, de Kati biztos megvilágítja, hogy miért leporolt, és miért van írva az, hogy igaz gyöngy, mert ugye ez lehet összetett szó is, meg lehet egy jelzős
fölnév is, és gondolom, hogy elmondott, hogy miért van ez külön írva, és ennek a gyöngynek én azt gondolom, hogy ebben a kötetben sokféle értelme van, erről is szeretném, ha beszélnél. Meg amiről szeretném, ha beszélnél, az alcíme, nem kell a minden, és nem véletlenül gondolom a kép sem. Igen. Jó? Ha valamit elfelejtettél, amit kérdeztem, akkor elmondom majd még egyszer. Jó. Hát 10. könyv. Én soha nem gondoltam, hogy én könyveket fogok írni, vagy egyáltalán ilyesmit teszek az életben. Ugye az első könyv Világosi Gyuri bácsi élete. Volt itt a könyvtárban egy nagyon remek műsor a Doni katasztrófáról, de annyira megragadó remek, hogy egészen beleborzongott az ember. És mikor mentünk kifelé, ez egy őszi napon volt, hullottak a falevelek, és Gyuri bácsi mondta kifelé menet, hogy ő járt a Donnál katona korában. Hú, hát ez úgy érdekel többünket, megálltunk beszélgetni, én maradtam vele legtovább, már majd megfagytunk, és azt mondta, hát Katóka, ha magát ez annyira érdekel, jöjjön el egyszer, és elbeszélem részletesebben. Na így indult, és annyit mesélt Gyuri bácsi az életéről, a Donnál tapasztaltaknál, hogy abból lett egy könyv. Utána a elhallgatott terület volt a hadifogság. Utána a könyv kapcsán jöttek az idős emberek, hogy hát ők is jártak a II. Világháborúban, hadifoglyok voltak, tehát egyik könyv hozta a másikat. És adtak engem kézről kézre az idős emberek, akik megélték a hadifogságot. Ez rendkívül érdekelt azért is, ugye, mert a kommunizmus idején erről szólni nem lehetett, a szovjet hadifogságról egyáltalán. Szomszédunk, devecseri származású Kardos Jóska bácsi 92 évesen hunyt el, és csak a 90. évében tudtam, hogy volt hadifogó, és soha nem beszéltek róla. Ez egy agyonhallgatott terület volt. És én úgy gondoltam, hogy az idős emberek, ha megbíznak bennem, elbeszélik nekem az életük sorát, akkor nekem azt le kell jegyezni dokumentum jelleggel. Van, akik még tudtak adni hadifogó elbocsátó bizonyítványokat, tábori levelezőlapokat. Tehát így egyik kötet jött a másik után. És akkor gondoltam azt, hogy a férfiakról beszélünk, hogy tönkretette a férfiakat a háború, a II. Világháború, az első is, de ugye addigra már elhunytak azok, őket nem tudtam meghallgatni, de nem szólunk az asszonyokról, akik itthon maradtak a gyerekekkel és az öregekkel. A fiatal férfi elő mind a fronton, és odavesztek sokan, és kiknek kellett helytállni, az asszonyoknak. Akkor írjunk azokról az asszonyokról, akik felvállalva férfi munkát is vitték tovább az életet, nevelték a gyerekeket, ellátták az időseket. Akkor így lett egy-két olyan könyvem, ami asszonysorsokról ír. Akkor a nagynéném, aki 92 éven túlélt, egyszer azt mondja, amikor már az élettörténetét megírtam, hogy nem mutattam neked soha a keresztapáddal való levelezésünket, és 1,5 kiló tábori levelet adott nekem, ami egérrágta volt, a csücske megsárgult, meg egy kicsit meg is ázott, mert dugdosni kellett a kommunizmus alatt, volt az pincébe, padláson, faházba, mindenütt, és kaptam 1,5 kiló levelet, amit 3 hétig olvastam. Jártam dolgozni, de éjjel 1:30-ig olvastam, nem tudtam szabadulni a dologtól, és akkor egy kicsit aludtam és mentem dolgozni, akkor itt született az a kitűnő levélregény dokumentumanyag, lehet azt mondani. Tehát így születtek sorba a könyvek. A mostani, mert ugye több apró írásom is volt, már 89-ben írtam először a naplóba. Igen, talán. Volt egy ilyen sorozat, hogy nők a Bibliában, Ószövetség, Újszövetség, ilyesmi is, lehet, hogy vannak, akik emlékeznek rá. És egy csomó írásom, elbeszélés, ilyesmi született közben, amit mind betettem a fiókba, papíralapon vagy számítógépen volt, és most én azt gondoltam, hogy rendezgetem ezeket a dolgokat, mert ez mind elveszne. Most ez a könyv ezeknek a fiókban lévő anyagoknak, pályázatoknak a rendezése. A címe, hát azért leporolt, mert több évtizedes munkák vannak benne. Van, ami még soha, tehát ennek a könyvnek ugye a kétharmada az még nem jelent meg sehol. Az igaz gyöngyök meg ugye azért külön, amit Kati mondott, hogy talán igazságokat, klasszikus értelembe vett értékeket, szellemiséget hordoznak, bízom benne az írások mások számára is. Egy kicsit önmagamnak is, gyerekeimnek, unokáimnak egy ilyen összegzést csináltam ezzel a könyvvel, mert különben biztos, ha elmúlok, akkor azt mondják, annyi doboz van otthon tele papírokkal, írásokkal, hogy mi a fenének ez, majd viszik a mételepre, vagy küldetik oda. Megpróbálok már én is selejtezni, de aztán mindig visszaszedek belőle, amit félretennék. Úgyhogy ez akkor ebben a könyvben megmarad, ez nem kerül selejtezésre. Hát azért született. Az alcím nem kell a minden.
Nagyon szeretem Jankovics Marcell kultúrtörténészt. Amikor tanítottam, akkor a Fehér Lófia meg egyéb rajzfilmeket néztük a gyerekekkel. Ő mindig ment a szellemiségre, tehát értelmet adni annak a filmnek, tanítani, mutatni, mondani valamit azzal a filmmel. És Jankovics Marcell mondta egyszer a rádióban egy riportban, hogy nem kell a minden. És én teljesen egyetértek vele, azért is választottam alcímnek, de nem most született meg ez a gondolatom. Ez 2008-ban volt, én is visszanéztem, tehát 11 évvel ezelőtt is ezt vallottam. Sőt, bizonyára annak előtte, hogyha megragadt engem Jankovics Marcell mondata, hál' Istennek olyan vagyok, hogy mindig el tudtam sétálni a csillogó kirakatok előtt. Az élet azt a sorsot rótta rám, hogy el is kellett sétálnom a kirakatok kínálata előtt szinte életem során nagyon sokszor, de nekem ez nem okozott különösebb fájdalmat. És azt gondolom, hogy a manapság is a gyermeknevelésbe, a létbe ez a nem kell a minden, hogy ezt nagyon szem előtt kellene tartani, mert ez csak tönkreteszi az emberi lelket, az a vágy, mindig valaminek az elérése, a hajszolása, az anyagi javaknak, a külföldi utaknak, az ilyen márkás holminak, az olyan valaminek tönkreteszi a lelket. Valami másra kell fókuszálni, azt gondolom. Volt életemnek olyan szakasza is, amikor nem tudtam a ég kékjében gyönyörködni, vagy a nyíló virágba se. Van, amikor történik velünk ilyesmi, de hál' Istennek túl segített rajta jó Isten ezen a nehéz helyzeten, és nagyon tudok gyönyörködni a nyíló virágba. Annyira élvezem, amikor az amarélisz elkezd nőni és kivirágzik. Tehát ezt szeretném érzékeltetni, hogy miért alcima nem kell a minden, de az írás is érdekes lesz. Remélem, ha elolvassák, amivel kapcsolódom Jankovics Marcell gondolatához. Mert aki a hagyományokat nem őrzi, nem viszi tovább a családi értékeket, csak a mindent akarja hajszolni, ott elsilányosodik a lélek. Azt gondolom. Illetve meggyőződésem, mondhatom. De ugye ez csak az érti, akinek szintén ez a meggyőződése, mert valaki azt mondja, hogy ha, most beszél ilyeneket, de milyen jó nekem ez, amit tudom én, sportcipő, meg ez a szuperautó, meg a... Szóval persze, valami kell a léthez, hogy élvezni tudjuk, vagy élni tudjuk az életet, vagy a feladatainkat meg tudjuk valósítani, de nem kell túlzásba esni, azt gondolom. Jobb akkor a lelki békesség, vagy hogy is mondjam, ha nem hagyjuk magunkat annyira minden után vágyni. És lehet ezt tudattal irányítani. Kell tudattal irányítani. Akkor a képet kérdezted még? Igen. A vörös iszap ömlés azt hiszem megrázta a települést, hosszú távon. Én akkor nagyon kilátástalannak éreztem a sorsunkat, és hála legyen azoknak a kezeknek, akik eltakarították azt a töménytelen kiömlött vörös iszapport, hogy megszűnt a kiporzás, tehát hogy egészséges környezetben lehetünk, vagy egészségesebben. De utóhatásait most is érezzük, hiszen a várkerti fák, nemrég a Devecseri újságban írtam egy cikket, százával halnak ki minden évben, 80-at, 100-at ki kell vágni, és látom a nagy fákon is, hogy a lombozat nem egészen egészséges, kisebbek a levelek, egy-egy ág elhal. Én azt jósoltam, hogy 5, de 10 éven belül egy fa sem marad. Ez mutatja azt, hogy milyen nagy kár, ökológiai kár ért bennünket, milyen ökológiai katasztrófa történt itt, és megérezzük talán a szervezetünkön is, vagy az életünkön mindenképpen. Devecser lakosság összetétele is megváltozott, sok minden megváltozott, az emberi lelkek is egy kicsit változtak, mondhatnám emiatt. És írtam is egy kis novellát, aminek azt a címet adtam a könyvbe, hogy Vériszap. Nem jelent meg még sehol, ha majd elolvassák, akkor a mélyebb gondolataimat is látják belőle. És én utána nem tudtam többet olajfestékkel dolgozni, mert a vörös iszap szaga meg az olajfesték valahogy én nekem összejött az átható szag, és szinte hányingerem lett tőle. Sőt, a vörös szintől is riadtam, de nem csak én, hanem mások is. Egy jó darabig nem tudtam vörös, meg piros, meg narancsárga holmit magamra venni, de én Budapesten éltem egy darabig akkor jó részt, azért jártam haza, és felhívott engem, még mondhatom is, a Tóth Kati, a Gumisnak a lánya, és azt mondta, hogy képzelt Kati, a főutcát, a Kossuth utcát vörös színű viakolorral fedik le a járdát, hogy ilyen színnel, hogy arról is az jusson eszünkbe, tehát
ezzel akarom jelezni, hogy másokat is irritált még az a szín is. Én nem is szerettem egy darabig a Vöröslő naplementét, most már ismét tudok benne gyönyörködni, de egy darabig nem tudtam nézni, mert az jutott eszembe, az a látvány, ami fogadott a utcaképben a vörösiszap kiömlésével, és akkor elkezdtem én rajzolni, és megrajzoltam a 14 stációt, akkor grafitceruzának ugye nincs szaga, és akkor egy-két képet elhoztam, talán kettőt, ott a kandalló mellett van a 14 stációból, és gondoltam, hogy kéne valamit festeni. Én realista képeket szoktam festeni, és csináltam egy nem realistát. A hátunk mögött van ez a vörös kép. Nem is igazán tudtam, csak gondoltam, hogy ilyen vörös iszap színű legyen, és ugye a menet közben alakult ki, talán látnak egy olyan medve karomfélét, ahogy belekapaszkodik, mint a medve karmok, amik el akarják törölni az embert, a világot. Felfelé repülnek a megmenekült lelkek, talán az odaveszettek madár formájában. Most itt megfejtem önöknek, de mindenki lásson benne, amit. És az a kiömlés, úgy kifröccsen, még egy alumíniumos fröccs is van ott, és alul egy ilyen kanál, ami tán megmenti az embereket a nő és a férfi szimbólumával, és egy szimpla kereszt és egy kettős kereszt, a hit, amit nem adhatunk, tehát hogy nem adhatjuk fel, soha hinnünk kell egy jobba, egy szebbe, egy valamibe, egy léten túl mutatóba, valami isteni erőbe, ami túllendít bennünket, vagy átsegít a nehézségeken, persze nem úgy, hogy tehetetlenül hagyjuk magunkat, hanem tenni is kell érte. És ezzel a nonfiguratív képpel valahogy egyszer ilyen gondolatom volt, hogy na csináljam. Nem tudom, hogy, de szeretem ezt a képet, és a borítóra ennek a képnek az alsó részét tettem rá. Köszönjük szépen! És ha megengedlek, én is elmesélek erről egy élményemet. Ez ugyan nem olyan szép, mint a kép, de nekem maradandó. Tudnék, mi akkor festettük a kislányom szobáját, mikor a vörös iszap ömlés történt, és kamaszlányom milyen színű a szobája, szép piros. És az én férjem éppen végzett a szobával, és gyönyörű szép volt. És beléptünk, és az volt az első, hogy apa ugye átfested. És aztán halvány lilla lett a szoba. És soha többet nem lett piros semmi. És azt gondolom, hogy sokan voltunk ezzel így, hogy nagyon nem szerettük sok évig a pirosat. És én azt gondolom, hogy a Kati beszélt hagyományokról, meg értékekről, és akkor szerintem egy olyan novella következzen, ami szerintem nagyon kapcsolódik ehhez, és utána, Kati, akkor egy picit te is leülsz, és azt szeretnénk, hogyha elmesélnéd, ha meghallgatok Marikától a novellát, hogy mi indított téged ennek a megírására. Jó? Mert én személy szerint nagyon sok személyes emléket, érzést érzek benne, vagy megerősítesz, vagy nem. Marika megkérdezte. Most előtte mondom, Katikám. A Marika az én tanítóképző csoporttársam, barátságunk több mint 40 éves, Marika kijavít, hogy 48, hogy úgy kell mondani, hogy majdnem 50. És én voltam a házassági tanuljuk, úgyhogy nagyon mély barátságunk, most már maholnap 50 éves lesz. Ez a novella, amit Marika felolvas, ez a Halimbához, a szülőfalunkhoz kötődik, de én azt hiszem, hogy azon túlmutat, ez devecseri, és mindenki érteni és érezni fogja. Katikám, szerintem nincs ehhez mit hozzáfűzni. Köszönjük. Nem magyarázzuk agyon. Marikát hallgassuk, akkor én egy kicsit leülök. Nagyon meg vagyok hatódva. Már nem először vagyok barátnőm könyvbemutatóján, és nagyon örültem, hogy meginvitált ide. És annyit hadd áruljak el, ennek az írásnak Függönykarnis a címe, és a Devecseri újságban jelent meg 2002-ben, és most, hogy jöttem Katihoz, megnéztem ezt a karnist. Tanúsíthatom, hogy ott van most is. Hát hallgassák, kicsit izgulok. Ne izgulj, Majka. A karácsony előtti ablakpucoláskor azt gondolta az asszony, hogy igaza van a gyerekeknek. A magasan fekvő konyhai kisablak fölé valójában egy kisebb,
kecsesebb karnis is elég lenne a gyönyörű nejlon függönynek. De ezt a karnist nem cseréli le, hiszen szülei halála után hozta el a felszámolt házból. Ragaszkodott hozzá, hogy ezt ne dobják a tűzre a többi használhatatlan dologgal együtt. Egészen pontosan azért ölelte magához ezt a fafüggönytartót a rozsdás csipeszeivel együtt, mert ez cseresznyefából készült. A fa a Szőci út melletti szántóföldön volt a mindenki cseresznyefája. Hatalmas lombkoronájával, viróló gyümölcseivel minden járókelőt, biciklist, autóst magához csalogatott. E teremtmény háromféle gyümölcsöt hozott, időben kicsit széthúzva a bogyók érését. Egyik vastag ág puha, halvány színű, rendkívül édes cseresznyét termett. A másik ágcsoport kisebb szemű, ropogós, piros gyümölcsöt adott. A fa utolsó, harmadik mézédes, nagyszemű, sötét bordó, roppanos kürtökben termő cseresznyével nyújtotta át lelkét az embereknek évről évre. A remek termést nem csak a gazdáik családja élvezte, hanem rokonok, barátok is részesülhettek belőle. Persze csak a magasabban levő ágakról, mert az alsóbb ágakon termő szemeket már fél élettel letarolták a népek, ahogy a nagypapa szokta mondani. Nem csak a cseresznyét vitték el, hanem nagy kárt tettek azzal, hogy időnként egészen letaposták a fa alatt, sőt, még körülötte is a krumplibokrokat vagy a kukoricát, mikor mit ültetett alá a gazda. Mindezek a fa termő erejének nem vették el a kedvét. Megszokta már a megtépázást, mondta a nagypapa, aki 60-70 évesre becsülte a fa óriást. A kisunoka nagyon szerette a hatalmas fát, ha alatta állt, védettnek érezte magát. A lombok megfogták a napperzselő erejét, a gyengébb záport sem, cseppjeit sem engedték át. A fa gyümölcsét enni pedig gyönyörűség volt. Télen pedig spejzban sorakozó befőttek emlékeztették a fára a kis leányt. Jó volt a fa árnyékában kapálni, hát még megpihenni. A fa tövébe ásott gödörben a víz is hűvös maradt az üvegpalackban. Nagyapa délben mindig egy óra szundikálást rendelt el magának a fa alatt. A kisunoka pedig halkan játszogatott mellette. Figyelte a hangyákat, kis bogarakat, lepkéket. Virágot szedett, koszorút font, amit a nagyapa kopasz fejére tett koronának. Még mindig emlékszik, hogy milyen örömmel fogadta a százszor szép fűzért. Akkora volt a virágkarika, hogy kapálás alatt is a fején tartotta nagypapa, mert az unoka úgy kívánta. Csak akkor kapta le a fejéről és hajította a cseresznyefa árnyékába, amikor a szomszéd Zabó bácsi jött át egy kis diskurzusra. A népek vigyázatlan kártétele miatt mégis halálos ítéletet mondtak a fára, már többször nyaranta. Aztán mégis, a bosszúság elszállta után megkegyelmeztek neki. Az emberi mohóság aztán egyik évben olyan pusztaságot teremtett a fa alatt és körülötte, hogy megszületett a nagypapa döntése a fa kivágására. Sajnálta a méltóság teljes fa kiszolgáltatottságát, mert fájdalom volt látni a sok letört kis és nagy ágat, amíg leveleiktől is megfosztott csupasz galjakat. Míg a jégeső is kíméletesebb volt, mint a garázda ember durva kezenyoma. December elején a fa méltóság teljesen adta meg magát a fűrésznek. Az erős, vastag törzs korát meghazudtolóan egészséges volt. Néhány év múlva korlátelemek és kisebb karnisok készültek a cseresznyefából. A kis cseresznyefart függönytartó vagy 20 évig tartotta a szülői házban a konyha nyugatra néző ablakán a függönyöket, hogy azok gyönyörködhessenek a mindig más felé naplementében, épp úgy, mint ahogyan az unoka csodálkozott rá a napnyugta pompás színeire. Még mindig nagyon szép ez a karnis, simította meg az asszony,
a finom barna színű fát, igazított még egy kicsit a függöny láncain, és a hidegtől deresedő ablakon át úgy vélte, hogy a fa újra él a szőci úti számtól, s nagypapa ott kapál virágkoronával a fején. Köszönjük szépen Martának. És én azt kérdezném tőled, Kati, hogy ugye olvastam az előszóval, hogy gyöngyök maradtak a fiókba, gyöngyök legurultak. Én azt szeretném kérdezni, hogy amik ebbe bekerültek, ebbe a könyvbe, azok a gyöngyök mi alapján válogatottak ki? Hogy jött össze a tartalma a könyvnek? Igen, jól fejtetted meg, Katikám. Igen, azok a gyöngyök, tehát nem szó szerint, hanem képletesen értendőek ezek a gyöngyök. Hát latolgattam, hogy melyiket beletegyem, melyiket nem. Nem volt különösebb vezérelv. Hát aztán a klasszikus értékek szem előtt tartása. Egy kicsit válogattam, úgyhogy régi idők története, ez ilyen 19. századi stílusban írt elbeszélések, Kati szerint érdekes volt. A néhány évtized távlatából fejezett, annak egy része megjelent a Devecseri újságban is, de kétharmad része új, ami még soha sehol se nem jelent meg. Az életszilánkok, volt egy ilyen fejezet a Devecseri újságban, ami Terka, álnéven nevezzük így, én írtam, abból válogattam az életszilánkokba. Először címnek is életszilánkokat szerettem volna adni, aztán Misi fiam beírta a Google-ba, hogy életszilánkok, és 77 könyvet adott elő. Azt mondja, ez a cím már foglalt. És akkor próbáltunk még másféle címet, és akkor elkezdtem a gyöngyökkel játszani, ott is volt egy csomó gondolatom, elhoztam ezt a lapot, hogy sodródó gyöngyeim, kallódó gyöngyeim, szétguruló gyöngyeim, tehát ugye itt nem szó szerint kell érteni a gyöngyöket, gyöngyeim felfűzve, és akkor van egy-két jó barátom, szellemi társam, és kaptam ezt az ötletet, hogy leporolt igaz gyöngyök. Azt gondolom, hogy ez a legjobb, mert tényleg 20-30 év alatt azért elporosodnak, és az igaz különírva talán, hogy valami klasszikus érték felmutatása, ha én erre képes vagyok, vagy azok a szereplők, akik szerepelnek ezekbe az írásokba. Itt is sok minden által született, ugye az öreg hadifoglyai meséltek időnként családi történeteket, familiáris problémákat, őseikre visszamutató tragédiákat, hogy mi történt, gyerekeikkel történt nehézségeket, és én ezeket úgy összemixeltem, megmixeltem, és így írtam, beleszőttem ebbe, abba. Ugyanúgy, mint hogy Gárdonyira egy kicsit térünk, hogy Gárdonyi írt a Szarvasi Margitkának, egy tanítónőnek, hogy sokat kell utaznom a vonaton, amíg megkomponálom egy anya és a makrancos 16 éves lánya személyiségét. Tehát én is valahogy úgy, hogy innen-onnan szedtem össze, és úgy írtam. Tehát nem egyik sem olyan, hogy így, meg úgy történt csak meg, hanem egy ilyen vegyítés. Így jöttek össze, és akkor még van olyan fejezet, hogy olvasmányélményekből egy-egy telet töltöttem, szoktam mondani, Gárdonyival, több hónapon át csak Gárdonyit olvastam, aztán töltöttem telet Mikszáth Kálmán írásaival, nagyon élveztem, nagyon humoros, éleslátó, akár ma is tudósíthatna az országgyűlésről, a parlamentből, nagyon remek, Lebesberggel is töltöttem sok hónapot, és tanulmányok születtek, ez ad egy fejezetet. Aztán egy rádiós fejezet is van, elég sok anyag készült oda is, a Tetten ért szavak műsorba Balázs Gézának, és azokból is talán 10-nél is több, 5 percesen volt a rádióba. Ezek olyan köszönöm szépen ért dolgok, de a magyar anyanyelvért. Nagyon élveztem, Marika szokta mindig kérdezni, és kaptál érte valamit. Mondtam, nem, de nem is ígértek semmit előre sem. Úgyhogy tudtam, hogy ez csak ugyan szívszerelemből, a magyar nyelv iránti tiszteletből írjuk, és egy kicsit a szüke pátriánkat emelgethetjük benne, mert amikor Döbrentei Gábor nyelvtudósra emlékezünk, Somlószőlős szülöttéről, sokan nem tudják, hogy ki van egy Döbrentei tér az Erzsébet hídtól balra, és hogy mennyire jó barátja volt Széchenyinek, és ki mindenki jeles
személyiség volt a barátja, és a nyelvújításban nagyon nagy részt vállalt. Vagy Halimbaiként a Miklai Remette, a Somogyi Diogenész Berzsenyiről, ugye róla is volt egy ilyen adás. Aztán a víz világnapja kapcsán több vízes adás is volt, nevezem így, mert a vízkincsünk, és valahogy mégsem akarjuk tudomásul venni, hogy veszélybe van, hogy vigyáznánk rá, vagy földünkre. Akkor Erdélyben is sokat járok, egy tizenpár éve ott töltök 2-3 hetet, az erdélyi magyar nyelv, hogy beszélik, hogy alkalmaznak szavakat, arról is volt egy-két adás, amit Balázs Géza felhasznált. Vele meg úgy kerültem kapcsolatba, hogy volt egy beszédíró mesterkurzus, még Ajkáról mentem erre a mesterkurzusra, csak 8 alkalom volt az egész, voltunk 21-2-en, 3-an, 4-en, és végül 4-en kaptunk jutalomkönyvet a Balázs Gézától, mert le kellett adni egy írásos anyagot, és mondta a végén, hogy ne szűnjön meg a kapcsolat, vagy tartsuk azért a kapcsolatot, főleg talán akiknek könyvet adott, mondta, és akkor tán várt arra is, hogy segítsünk a tetten ért szavakba, mert ő több mint 20 éven át szerkesztette, és hétfőtől péntekig mindig újat kellett mutatnia a magyar nyelvbe. Ez talán úgy megy, hogy több szem többet lát, hogy innen-onnan kap anyagokat. Amit ő azért tisztességgel, nagyon jó dramaturgiával dolgozott fel mindig. Na és én igyekeztem, mondom, itt a szűkebb hazát egy kicsit emelgetni, a Somlót is. Aztán van egy fejezet, ami megjelent nagyobb újságokban, csak egy-két írás, és Gárdonyiról. Akkor egy kicsit a zenéhez kapcsolódunk, és Gárdonyihoz kapcsolódunk, és az atyához kapcsolódunk. Ez így ilyen minden. Tudnék, mint már említettem, Nagy Vándor Richárd plébános urat a Gárdonyi Társaság alapító tagjai között üdvözölhetjük, és én mondtam neki előre, őnek megmondtam előre, hogy 2 kérdést fogok feltenni, hogy egy kicsit meséljen nekünk a zenéhez való kapcsolódásáról, és a Gárdonyihoz való kapcsolódásáról, és utána pedig akkor játszol nekünk egy keveset. Tehát kicsit kakukktojás vagyok, azt gondolom, vagy hogyha maradok a saját szakmámnál, akkor Pilátus a krédumban. De valahogy. Hát a zene és Gárdonyi tulajdonképpen egy szóval összefoglalhatom, ma már csak emlék mindegyik. Én valahogy agárdi születésű vagyok, és valahogy nálam az úgy természetes volt, vagy nálunk, hogy ezért tudtuk, hogy Gárdonyi ott született. Érdekes egyébként, hogy nem volt olyan túl nagy kultusza érdekes módon a Gárdonyinak, tehát valahogy szerintem még most is egy kicsikét úgy, nem is mostoha gyerek, de valahogy a Velencei tó mindig érdekesebb volt, úgy tűnik az embereknek, mint mondjuk Gárdonyi, ezért ez egy túlzás természetesen. Van Agárd pusztán egy pici kis kápolna, fele ennek a teremnek körülbelül, vagy még annál is kisebb. Ez az űrményi birtoknak, uradalomnak volt a kápolnája, ugye ennek a uradalomnak volt a gépésze, ott, ha jól tudom, ugye így mondták, tehát a gazdatiszt, hogy valami ilyesmi volt a Gárdonyinak az édesapja. És hát valahogy nem tudom, hogy hogyan alakult, de a apai nagyanyám lett annak a kápolnának ilyen gondnoka, sekrestyése, nem is tudom, hogy micsoda. Én kisgyerkőszként, amikor ő ment a templomot takarítani, akkor én is mentem vele, és volt ott egy harmónium, szerintem még mindig megvan, szerintem a szuvak tartják egybe, tehát azért azt kiírtanánk belőle, hogy szétesne. De valahogy mindig tapicskoltam, és próbálkoztam vele valamit játszogatni. Azt gondolom, hogy valahogy igazából egy kicsit a templomban én azt gondolom, túl azon, hogy magának a templomnak a légköre megfogott, talán egy kicsit a zene is ott tartott. És aztán végül is én ott kezdtem el a kántori pályafutásomat, ami közel 20 év volt, 13 éves koromban kezdődött, akkor odaültem, rögtön az első misén, amin játszottam, jól bele is sültem, úgyhogy semmi gond, de bíztatott a plébános, hogy csak így tovább. Próbálkoztam. Egyébként mindig érdekes volt, hogy a prédikáció alatt, hát mire figyel a gyerek, a papra kevésbé, ott fönt a harmónium fölött a plébános úr kitett egy ilyen kis fénymásolatot, és ez a Gárdony, akkor nagy község vagy község,
vagy falu volt még Hajdanán, annak a születési anyakönyv, vagy keresztelési anyakönyvéből egy kis kimásolt rész, Gárdonyi Gézának a születési, vagy a keresztelési anyakönyvének a kis rubrikáját másolt, és azt én sok-sok éven keresztül nézegettem ott a harmónium fölött, tehát igazából Gárdonyival valahogy a kapcsolatom az így gyerekkoromból, nem csak a születés miatt, hanem valahogy így a zenével kapcsolatban is kezdődött. Aztán én végül is tényleg kántor lettem, sokáig konzervatóriumba jártam. Azért mondtam, hogy ez most már inkább csak emlék, mert hát nagyon félve mondtam igent én erre a mai estére, mert ugye az én profilom az már réges-rég nem ez. Az, hogy mi a profilom, azt nem tudom pontosan, hogy mi a hivatalom, azt tudom, de hogy a pontos profilja mi egy plébánosnak, az már nagyon bonyolult kérdés volna, én azt gondolom. De valahogy nagyon-nagyon marginális az életemben az aktív zene. Továbbra is nagyon szeretem a zenét hallgatni, amikor lehetőségem van rá, de művelni egyre kevésbé. És éppen ezért is nekem valahogy kicsit stressz, hogy tudom azt, hogy Hajdan nagyjából 10 éve nem nagyon gyakoroltam, és ez elég sok. Hajdan mit tudtam, és most valahogy, ha leülök, akkor a kezem nem úgy működik, nem azok, ha nem úgy szól, ahogy én szeretném, nem azt hallom, amit hallani szeretnék. Tehát azt mondtam, hogy jó, néhány hónappal ezelőtt volt egy kedves barátomnak, ő is egy helyi lokál patrióta, ő is Pápateszéren, és ott az Eszterháziakra, kapcsolat már itt is van azért, hogy Eszterházi, mindennel összefügg, mint tudjuk. Ott volt egy ilyen kis megemlékezés Eszterházi Pál grófról, és hát azon nekem úgy kötelességszerűen játszanom kellett valamit orgonán, és meg utána úgy befejeztem én azt, hogy mondtam, hogy na ez volt a hattyúdalom, én többet ilyet nem vállalom. Hát aztán most mégiscsak vállaltam, hogy aztán ebből mi lesz, az egy más kérdés, és hogy mik. Igazából az volt kérve, hogy barokk darabok, szinte, alapvetően valóban barokk művek, kicsi, egyszerű, talán könnyen emészthető, főleg inkább egyházi zene. Az első kis blokkocska, kis rövid, kis néhány darab Domenico Cipollinak, egy olasz zeneszerzőnek. Ez nem Cipolli, ez valami másfajta, még csak nem is barokk. Valami. Annak a kis egyházi kis művei, az a neve, hogy verzettók, tehát kis versecske, vers szakocskák igazából. A másik az pedig tényleg kifejezetten egyházi zene, tehát a Cipolli egy korabarokk zeneszerző, Bach előtti, ugye barokk, akkor mindig csak Bachot gondolunk, meg mindig csak Handelt gondolunk, hát most nem ez lesz. A másik pedig egy Walter nevezetű úriembernek, szintén barokk zeneszerzőnek kis korál feldolgozásai. A hangszernek sajátos adottságai vannak, úgyhogy egy orgona hang van rajta. Alapvetően ezeket a darabokat más-más karakterű regisztrálással, úgy mondják ezt, más módon, más hangszínekkel lehetne játszani. Most meg kell elégedni egyrészt az én képességeimmel, másrészt a hangszer képességeivel, és tényleg csak néhány perc.
másik zeneszerző, Johann Gottfried Walternek néhány kis korál előjátéka. Korálok, protestáns egyházi énekek, ezekre írott variációk, vagy éppen a nép énekét bevezető hangulatot keltő, mondjuk azt, tehát az ének hangulatára rávezető kis darabocskák. Szeretném önöknek elmesélni, hogy a Gárdonyi Géza Emléktársaság
Még mielőtt megalakult volna, már megkezdte működését. Tudnélik, már előtte évben megszerveztünk egy kórus találkozót, de az igazi nagy kórus találkozónkat tavaly advent második vasárnapjához kapcsolódóan szerveztük, a Fel nagy örömre dal köré csoportosítva, atyával együttműködve, hogy a templomban kaptunk a gyönyörű hangversenynek helyet. Az idén is szeretnénk megrendezni, úgyhogy most már szeretettel meghívom Önöket, valamikor az advent vasárnap előtti szombatra, valamelyik advent vasárnap előtti szombatra. Az időpont már egyeztetés alatt van. A kórusok, akik tavaly itt voltak nálunk, olyan nagyon jól érezték magukat, hogy már jelentkeztek, hogy szívesen jönnének, úgyhogy ez nagy öröm számunkra. A másik, ami nagy örömmel töltött el bennünket, hogy Gátonyi dédunokája, Keller Péter szintén az alapító tagok között van, és rajta keresztül nagyon sok ismerettséget szerzünk. Részt vettünk többek között a harmadik gárdonyi település avatóján, nem tudom, tudják-e, hogy Debecser volt a második, Kál a harmadik, és reméljük, hogy majd több település is a 22-ből, mi úgy tudjuk, hogy annyi helyen élt és dolgozott Gárdonyi. Többen is csatlakoznak a gárdonyi települések nevéhez, és legelőször is Eger szeretnénk, hogyha becsatlakozna az Egri kórussal, és ezen belül pedig az Egri Fertálymesterek Egyesületével nagyon-nagyon szép kapcsolatot ápolunk, úgyhogy velük is szeretnénk ezt mindenképpen fenntartani. Na, akkor most a mondandóm végére érek. Tehát voltunk többek között Kaposváron is egy Gárdonyi Géza emlékfog konferencián, ahol Kati előadóként is meghívást kapott, és ott szerintem elfogult vagyok, de a mi előadásunk nagyon nagy sikert aratott, tudnék azt egy kutató munka előzte meg, és szerintem mi voltunk a legnagyobbak, akik abban, hogy meglepetést okozzunk, és szeretném, ha Kati Önöknek ezt a meglepetést elmesélni. Igen, egy kaposvári gárdonyi konferencia volt, és 12 előadó volt azon a napon, és mindenki doktor volt, csak én nem. De valójában, egyetemi tanárok, mindenki, ugye Kati így volt? Hát bántam is én ezt, nagyon mondom, hogy lesz én, hogy fogok ott felsülni, vagy mi lesz, ugye egy kicsit zavart, de én már nem leszek doktor, azt hiszem, ha 100 évig élek se, nem fogok olyan munkát végezni, hogy ilyen címet kaphassak, de azt hiszem, hogy végül tudtunk meglepetéssel szolgálni az előadásba, és némely doktor, elmondom önöknek, hiába doktor, belebújik a papírjába, fel se néz, monotonon olvassa fel a mondandóját, úgyhogy egész hullámzó volt a színvonal, vagy az érdeklődés fenntartása. Én azt mondtam utólag, hogy van, ahol elvesztettem a fonalat, de volt olyan is, ahol fel se tudtam venni. Na, szegények! Nem tudják meg bizonyára, hogy ezt mondtam, úgyhogy mikor az első 3-4 előadást meghallottam, akkor egy kicsit enyhült bennem a feszültség, de bizony egy hónapig tartott, amíg láttam a meghívottak és előadók sorát, és hogy én előttem, még jó, hogy van az az M betűm, hogy valami volt én nevem előtt is. Na, hogy visszatérjek a komolyságra, ez az egész könyvbemutató ilyen hullámzós, Nándi atya hangszerjátéka, magasztos, akkor a függönykarnis is egy kicsit mélyebb érzelmeket kelt, Anna is humorosan indított, akkor most megint lehetett egy kicsit nevetni, aztán még visszatérünk tán a komoly területre. Na, a következő történt velem. Van egy anyai nagynéném, Kassa Etelka, zalaszegvári származású tanárnő, nálam idősebb 10-15 évvel, akinek a férje Molnár László 1928-ban született, már elhunyt, tüskevári nagyszülőkkel megáldva, anyai nagyszülőkkel, és ott egy imakönyvet őrizgettek, amit 1871-ben adtak ki, Ájtatossági kalauza címe annak az imakönyvnek, Házi Alajos plébános szerkesztette, aki itt a környék kiemelkedő plébánosa volt, hú, agyam mélyébe kell most nyúlni, tán 1863-tól 1879-ig volt Tüskevár plébánosa és még egy-két falujé. Egy grafomán, nagyon okos, művelt ember volt, aki história domus-szerű feljegyzéseket írt a környékről, például olyat, hogy a somlói nép beszéde, öltözködése, hagyományai, visszaemlékezve régi időseket meghallgatva az 1809-es francia hadjáratról is
Tehát még volt a tett, vagy csinált írásokat, készített írásokat, meghallgatott időseket, akik tán 10 évesek lehettek akkor, ugye emlékeztek egészen, hogy hogy folyt le, és ő ezt leírta. Egyébként éppen olyan volt, mint az oroszok után. Felgyújtottak mindent, keresték a lányokat, el kellett bújni a lányoknak, és ezt nagyon érdekes nyelvezettel írja le. És egy nagyon buzgó pap volt, aki megszerkesztette ezt az áltatossági kalauz imakönyvet, amit a hívek meg is vettek itt a környéken. És egy ilyen áltatossági kalauz imakönyv maradt meg ennél az unokanővéremnél, anyai Ági unokanővéremnél, és mondta, hogy te, Kati, hát ti foglalkoztok Gárdonyival, mert ugye miről beszélünk, ilyesmikről is, ha találkozunk, hát van nekünk ez az imakönyv, amiben kézzel a belső borítóra, ahol nincs írás, fel van jegyezve a föl nagy örömre, kézírással, ceruzával. A lapcsücskébe pedig az, hogy 1883. Gárdonyi 1882 karácsonyára szerezte itt Devecserbe ezt az éneket, olyan címmel akkor, hogy Föld nagy örömre. És ugye az énekben az a másrangzó torlódás nem annyira jó, elmaradt a D, Föld nagy örömre, és két verszakot ismerünk, minden egyházzenei könyv csak kettő verszakot mutat, Keller Péter a dénudoka is csak kettőt ismert, és Etelka imakönyvében megvan ez az 5 verszak, ugyanis Szabó Mátyás, Molnár László nagyapja vitte a papot egyik faluból a másikba az időben misézni. Hát hitbuzgó ember volt, és ugye szájhagyomány útján terjedhetett akkor ez az ének, a jó kántorok adták egymásnak tovább, és ő buzgalomból lejegyezte ezt az 5 verszakot. Amiben helyesírási hibák találhatók, ugye egyszerű parasztember volt, van, amit egybeír külön, hát azt is például egybeírja, vagy a melléknévfokozásnál csak egybét használ, de ez teljesen lényegtelen. A 3.-4. verszak nem énekelhető rendesen, valami kis szótagszám hiányzik, vagy tehát nem jól emlékezett, nem énekelte végig, de az 5. verszak az hibátlan, az énekelhető. És hogy Gárdonyinak tulajdonítható-e, felvetődik a kérdés. Én azt hiszem, igen, mert olyan míves, mint az 2. verszak. Látszik, hogy egy képzett ember írhatta, páros rímbe van szedve az egész vers. A refrén pedig, refrénben fokozások vannak, nem tudom hányadik oldalon van, ilyenkor belelendülök, és nem tudom itt abba hagyni ezt a gyönyörűséget. De kellene nekem ez a 4 verszak most, hogy tudnám mondani. Hiszem a vége felé lehet. Keresd meg, Katikám, jó? És ezt az éneket, tehát ez egy nagy felfedezés, azt hiszem, mondhatom így, hogy Gárdonyi kutatásban országos szinten, ugye Gárdonyi nagyon jól orgonált, hegedült is, és még más hangszeren is játszott, és itt volt egy remek kántortanító igazgató, Tima Lajos, akinek halála után a devecseriek szobrot akartak emelni, gyűjtötték is a pénzt, aztán mégse lett szobor, de igazán kitűnő ember volt, és Gárdonyi itt Karád után egy jobb helyre került Devecserbe, mert itt akkor csak 6 éves volt az iskolaépület, tehát egy modern és új iskolaépületbe került, nem földes volt, hanem padlós, tetőcseréppel fedett 1882-ben, azért ez nagy dolog, hogy tetőcseréppel fedett. Az osztálytermek folyosóra nyíltak, és nem az udvarra, és szolgálati férőhelyet kaptak, egy szoba, és 3-szori étkeztetés, ellátást a tanítónál. Na, hogy aztán milyen minőségű volt, az más kérdés, de ittán jól érezte volna magát, és egy szerelmi ügy miatt kellett cserélnie, vagy kérték fel cserére Gergelyfi Katica miatt, hogy menjen el Sárvárra. Na, de megírta ezt a csodálatos éneket, és a refrénről akartam szólni, hogy mindenki ismeri azt, hogy egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet, 1. verszak refrénje. 2. egyszerű pásztor, térdeden állj, mert ez az ég és földi király. 3. verszak refrénje, egyszerű pásztor, porba borulj, rád az áldásnak harmata hull. 4. verszak, egyszerű pásztor, bölcs, te valál, mert hitet, üdvöt nála találsz, itt nem jön ki a rím. 5. verszak, átmegy eszmei síkra, tehát a térdelés, a meghajlás után, hogy
egyszerű pásztor, mélyen imád, mennyei üdvöt ez neked ád. És a többi szóhasználatban is látszik, hogy egy képzett író, költő ember írja, és nem a nép szerkesztette. Tehát ez egyértelmű, hogy Gárdonyi szerzeménye vagy írása lehet, és mivel oly gyorsan kellett elmennie, szinte egyik napról a másikra elhagyni Devecsert, akkor még nem volt sokszorosítása lehetőség. Lehet, hogy el is kavarta, keverte azt a papírt, és ahogy Nándi atya is mondta, hogy nem volt nagy kultusza a Gárdonyinak, hát kinek van kultusza életében, meg akkor nem tudjuk felismerni az értékeket, nem látjuk. Szerintem évtizedek múltán akkor ráébrednek esetleg, hogy ő egy letett valamit az asztalra, mondjuk így ilyen porjasan, hogy mit alkotott egész életében az egri csillagok után. Tehát szerintem elkavarodott, elkeveredett. Meg lehet, hogy ő is elhagyta közben. Nem tulajdonított akkor neki a nagy jelentőséget. Karácsonykor előadták gyermekhangra, mert ugye tanító volt, és a gyerekekkel tanította meg. Ez volt a meglepetés, vagy talán a híveknek is. És ő el is ment, és tovább egy jó kántor ápolhatta még, mert énekelték másutt is. De ismerik az egész országba, és nagyon kedvelt ez a Fel nagy örömre ének, mert egy kicsit olyan indulószerű, olyan katona dalokra emlékeztető, és a fiatalság is szereti nekem, fiatalkoromban kedvenc karácsonyi énekem volt. Az éjféli mise és a karácsonyi mise nem is volt igazán mise, ha én ezt nem hallottam, mert a fiatal léleknek kell egy kis lendület, és azt a nagyon elhúzott szenténeket a gyerekek nem szereti. És van, ami olyan nagyon lassan, vannak kántorok, akik a nagyon lassan orgonálnak, vagy van, amikor a pap kívánja, úgy nem tudom, tehát egy kicsit lendületesebbet, bár legyen magasztos, ugye, a templomi ének, tehát ezt én nagyon szerettem, és többen így vannak vele. Hát, Gárdonyi szerelméről beszéltél, és szerintem maradjunk a szerelemnél, mert arról legtöbbünknek van tapasztalása, és ott az erejéről is remélem sokan megtapasztalták a szerelem erejét, mert most ez fog következni. És egy kicsit én azt gondolom, amikor elolvastam ezt a novellát, nem ismertem egyébként ezt az írását Katinak, és az első pillanattól kezdve az volt az érzésem, mintha Móricz világába csöppentem volna bele, pontosan a pillangó világába, biztosan kan ismerik ezt a kis regényt, és ugyanazok az érzések fogtak el engem, hála Istennek ennek a vége, nem árulom el. Jó, és akkor felkérjük Kati volt tanítványát, Gurucs Erikát, hogy a szerelme erejét mutassa be önöknek. Erikáról hadd mondjam, hogy első osztályom egyikébe tartozott, utána született, mikor elsősök voltatok Máté fia, ugye? És akkor másodikban nem tanítottak benneteket, akkor Varga Vica néni, és utána harmadik, negyedikben ismét Erikáikat. Tehát egyszer tanítottam életemben, első osztályt Erikáik voltak azok, írtó édes volt az első gyerek száj, hogy miket tudtak mondani, sose felejtem el Erikát sem. Erika olyan ügyes volt, hallás után az Arany Lacinak című verssel megyei, vagy valami prózam, vagy versmondót nyer, hogy hallás után tanulta meg, hát a gyerekek is mindig hallgatták kerekre nyitott szemekkel, és ez az első osztályom is, hogy nem kell a minden ide visszautalva. Már akkor, 40 évvel ezelőtt azt kérdezte tőlem az egyik elsőske, hogy a tanítónéni szegénye vagy gazdag? 40 éve. És mondtam, hogy szerinted? Azt mondta, hát szerintem szegény, mert a ház, amiben tetszik lakni, ott le van omolva a lábazat. Ez volt az a pedagógus ház, az ABC-vel szemben, az alsó ABC-vel szemben, 6 pedagógus család lakott ott. Szolgálati lakás volt, és valóban le volt omolva a lábazat. Meg azt mondta, meg különben autójuk sincs. Ugye akkor voltunk friss házasok, és 5 évet tartott, mire egy autóra összespóroltunk, és a gyerekek akkor is figyeltek ilyet. Ez a kis tanítványom egy írtó édes volt, most Németországban él. Amikor tanultuk a számok bontását, mondjuk, hogy 12, bontsd 3 felé, de nem így mondjuk a gyereknek, hanem azt mondjuk, hogy van 12 forintod, csináljunk egy táblázatot, anya, apa, meg te, mennyit kaptok, hogy tudjátok egymás közt elosztani. Írjál annyi variációt, amennyit tudsz. És ez a leánka az apához mindig nullát ír. És mondtam neki, hogy néztem, ugye szoktam egy padok között járkálni, nem nagyon ültem el a óra közt az asztalnál, és akkor mondtam, hogy te Hajnikám, ide apának is adjál valami pénzt, mert itt csak kétfelé osztod.
És azt mondta, hogy nem, mert akkor elviszi a kocsmába. Úgyhogy a gyerekek így közvetve mondják, egyébként normális, rendes család volt, és nem vitte az apa túlzásba az italozást, de mégis gondolom, nem szerették, hogy elmegy. És akkor mondtam, hát tudod, akkor írj oda engem, és mi osztozzunk hárman. És akkor odaírta, akkor bontotta három felé, de még sok édes történet van Erikával is, de azt mondta, azt nem meséljem el. Nagyon édes, amit ő is mondott nekem, meg több gyerek. Zenével kapcsolatban még azt egyik tanítványom azt kérdezte, még nem ismerték a fél negyed, meg nyolcad hangokat, azt mondta, honnan tudja a tanítónéni, hogy így gyorsabban kell énekelni? Gyorsabban van írva? Tehát az elsősök nagyon jókat tudnak mondani. Na, Erika, akkor adom neked át a szót, és Erika csodálatosan ad elő. A sűrűn egymásra fekvő gabona látványa fokozta reggeli örömét a legénynek. Jó volt érezni karja erejét, dereka rugalmasságát. Már második hete tartott az aratás, s még nem érezte fáradtnak magát, pedig a delelő nap most nagyon szívta erejét. Legjobb a reggeli frissesség, és a lehanyatló nap előtti néhány enyhet adó óra, gondolta. Molnár Pali már a második nyáron aratott gazdájéknál, és mindig elégedettek voltak vele. Pali ereje megsokszorozódott, mikor Sós Rozi lépdelt utána a sarlóval. A marokszedő lány serényen hajladozott nátszál derekával a lefekvő gabona között. Szőke hajszálait elelsimította, amikor azok verejtékező homlokához tapadtak. Pali csak akkor gyönyörködött a lány rózsásra pirult arcában, búzakék szemében, ha a kaszálással sietett, és Rozit jól megelőzve, pihenésképpen a kaszafenésre szembefordult a marokszedőkkel. Komótosan, hosszan élesztett mindig a pengét, ügyelt a kezére, és egyik szemével Rozit leste. A lány nagyon figyelmesen töltötte a vizet a tokmányba, nem kajlálkodott. Ez is tetszett Palinak. Most is erre gondolt, mikor visszatette a kaszakövet a helyére. Melegen pillantottak egymásra. Molnár Pali egyik estén megvallotta Rozinak régi elhatározását. Ha én egyszer megnősülök, téged veszlek feleségül, súgta a lány fülébe. Rozi zavarba jött a váratlan lánykéréstől, de szívében melengedte a gondolatot, hiszen neki is nagyon tetszett a napbarnított kitartó legény. Arról nem ismert szólni neki, hogy az anyja más terveken töri a fejét. Rozit nehéz álmok gyötörték. Éjjelente sokszor felébredt, fehér sifonháló ingéből a vizet lehetett csavarni, annyira kiizzadt. Anyja vigasztalta, ne félj, lányom, jó dolgod lesz ezután, az asszony életet meg majd megszokod. Én is így voltam vele. Rozi nem szólt, csak azt bánta, hogy már csak 2 hét van hátra leányságából. Molnár Paliról pedig másfél hónapja nem hallott semmit. Azt is beszélték, hogy a harmadik faluba szegődött el erdei munkára. Rozi sejtette, hogy ő miatta tette. Az esküvő előtti napokon óriási sürgésforgás volt Sóséknál. Kalácsot dagasztottak, tyúkokat, kacsákat kopasztottak, s már rotyogott a húsos káposzta az üstben. Pali öreg anyja egy összehajtogatott cédulát nyomott Rozi kezébe, de mindjárt be is csukta a lányöklét. Öreg, ráncos arcát Rozira emelte, a szeméből pedig épp olyan szeretet áradt, mint Pali őszbarna tekintetéből. Kötöncsere mélyére rejtette a papírt, úgy tett, mintha semmi nem történt volna, de alig várta, hogy fáért küldjék a színbe. Reszkető kézzel, ziláló lélegzettel nyitotta ki a papírt, amin ez állt. Ne menj férjhez, Rozi. Szeretlek. 1936. november 10. Döbbent pillantással olvasgatta a sorokat, s egy pillanatra sem gondolta, hogy Pali elkésett az üzenetével. Felismerte a kézírását, a szokatlanul kanyarított E betűiről, a számok formájáról.
Újra hallotta Pali folytott suttogását. Ha én egyszer megnősülök, és Kati a poént is elmondja. Kénytelenek lesznek elolvasni. Kénytelenek lesznek elolvasni. Jó, és akkor azt hiszem nagy örömmel hallgattuk az Erikát, és akkor a beszélgetésünk végén egy kis humorral majd feloldjuk, jó, ezt a nagy feszültséget. Egyébként a szerelemben csak feszültség van, ugye csak feszültség. Ha jó azért, ha rossz meg azért. És akkor én egy pár kérdést utoljára szeretnék a Katinak feltenni, és ezt a közvetlen környezetünkről szeretném, jó? Oly sokat írtál a Somlóról, a Somló környéki emberekről, hogy mit jelent neked ez a környék, és akkor még nem mondtam Halinkot, Szörcöt, Nyilvádot és az összes többit. Na, igyekszem nagyon rövid lenni, mert mindig, ha én is vagyok egy ilyen bemutatón, akkor talán életem során 1-2-3 volt olyan, amikor azt gondoltam, hogy legyen már vége, és nem szeretném, hogy ide jussunk el sokan. Röviden annyit, hát a Somló is a szűkebb hazám. De a halimbai udvarunkból tiszta időben lehetett látni a Somlót, illetve mindig, hogyha az udvar végébe lementem, olyan időjós hegynek tartottuk, hogyha opálos volt, akkor jó idő lett, vagy jó idő maradt, de hogyha olyan közel jött, olyan zöld, mogorva színe volt, akkor eső jön. Ezt szokták mondani a szüleim, és Varga Imre bácsival is egyeztettem, mert az én szüleim sajnos korán elhunytak, és egy idős halimbaival egyeztettem ezt, hogy jól emlékszem-e, és ő mondta Varga Imre bácsi, hogy igen, igen, így nézzük a Somlót. Sajnos már ő is a temetőben van. Tehát a Somló gyerekkorom óta nézegethettem most, meg ugye itt a lábánál van Devecser, és egy csodálatos kirándulóhely, borvidék. Nekünk is volt szőlőnk a Szőci hegyen, az vörösbor termet. Az időben, mikor gyerek voltam, a vörösbor az olyan lenézett volt országosan, a fehérbor volt a minden, és a szüleim emlegették a balatoni fehérborokat, a somlói fehérborokat. De a szőlői munkát azt megismerhettem a Szőci hegyről, és tudom, hogy mit kell dolgozni a szőlőbe és a borért, tehát aki szőlőt vesz, az munkát vesz, úgyhogy gyakran mentünk mi is nyáron kötni, hogy felkeltünk 3:30-kor, már 4-kor a hegyen voltunk, de 11-kor már otthon a forróság elől, úgyhogy tudom, hogy mit jelent a szőlőbe tevékenykedni, vagy a mezőgazdasági munka, így becsülöm is a Somlót is. A Somló az ugye Devecser ékessége is nevezhetnénk úgy. Ez az új hazám, igaz, a szülőfalunk csak 17 kilométerrel van odébb úton, de légvonalba tán közelebben. Végül nem mentem túl messze, itt Veszprém megyében éltem az életemet. Na, én azt hiszem, hogy már túl sok mindent beszéltem, a könyvbe leírtam mindent, Katikám, hogy ne unjanak ránk, mert már nagyon-nagyon elszaladt az idő. Jó, akkor még Erikának van még egy humoros részlet. Ha nem is nézek ki én olyan nagyon humorosnak, de humorérzékem, azt hiszem, hogy van, hogy talán ebből az írásból is kiderül, hogy akkor Erika megint légy szíves. Na végre, anyuka, hogy egyszer végre derűs. Már régen hallottam így ragyogni a hangját. Még a ráncai is kisimulnak, meglátja. Na, nem egészen, de egy kicsit. Örülök, hogy ennyire feldobja, hogy a faluja is EU-konform lesz. Végre megoldódik a közművesítés, és nem kell a pöcegödröt havonta kiszippantani. Remélem, ha megyünk karácsonyra a gyerekekkel, nem fog állandóan a fürdőszoba ajtón kopogtatni, hogy spóroljunk a vízzel, mert kicsap a pöce. Ja, hogy most meg a duplája lesz a vízdíj a csatorna használat miatt. Na látja anyuka, hogy mennyire igazam van, hogy maga nem tud örülni semminek. Annyira várta a csatornázást, most meg már a vízdíj miatt aggódik. Jó lenne, ha csinálna havi költségvetést a nyugdíjából. Hát, ha jobban be tudná osztani a pénzét. Hogy a hétféle gyógyszeréből 3 drágább lett, és csak egy lett olcsóbb? Lehet, hogy éppen kompenzálják egymást, mert a különbséget még nem tudja. Anyuka semminek nem tud örülni. Semminek. Ja, hogy a közművesek már az első napon éppen anyuka háza előtt törték el a vízvezetéket árokásáskor, és ömlött be az udvarra a víz. Van ilyen?
A legnagyobb odafigyelés mellett is lehet ilyen kellemetlenség. Ja, hogy nem csak az udvarba, hanem a pincébe is befolyt a víz. Sok víz, nagyon sok. 34 vödörrel mertek ki a szomszéd Gizikével. Hát örüljön anyuka, hogy nem 54 vödörrel. A Gizi segített. Látja anyuka? Ez is erősítette a jó szomszédi viszonyt. Most láthatta, kire számíthat. Bajban ismerszik meg a jó barát. Anyuka is ezt mondta nekem, mikor 5. eltört a karom. Hogy eláztak a maguk meg a virággumók, amiket a kertben felszedett. Kicsirázott a Juliska babja. Na látja, hát csiraképes a maga termése. Ja, hogy most még csak február vége van, és az korai, mert hogy április végén Szent György napja után lehetne csak elvetni. Meg a gladiolusai, a dáliái és a kannavirág gumói is meg fognak rohadni. Hát, az még nem biztos. Lehet, hogy meg se kottyant nekik az a kis ázás. Ha mégis, akkor a névnapjára nem vágott virágot kap, hanem gumókat, virághagymákat, amilyeneket csak akar. Ja, hogy ne összeaszalódottat válasszak? Meg jobb az, amit a Gizi ad, vagy az Ernő szomszéd, az biztosabban kihajt. Látja, magam mindenre tud valamit mondani. Ezért óckodnak magától a serdülő unokái. Mert azt hiszi, hogy maga mondja meg mindig a tutit. Katikát se hagyta kísérletezni palacsinta sütéskor. Lebeszélte arról, hogy sütőport tegyen a palacsinta tésztába. Hogy az már ki van kísérletezve? Szóval, elvette az alkotó kedvét annak a szegény leánynak. Ja, hogy maga tanítani akar. Értse már meg, 12 éve nyugdíjba van. Már nem szakoktató. Érti? Nyugdíjas. Nyugdíjas, és kész. Mindenkinek megköszönni, elsősorban Katinak, hogy vállalta ezt a beszélgetést. Köszönöm önöknek, hogy itt voltak velünk, és akkor még egyszer felhívnám a figyelmüket, hogy mindenképpen olvassák el a kötetet. Én amikor olvastam, még a buszra is elvittem, amikor mentem dolgozni, mert vannak rövidebb és hosszabb lélegzetű darabok benne, és nem kell nagyon izgulnom, hogy elfelejtem, hogy éppen hol is tartottam, könyvjelző nélkül is meg tudom oldani, hogy elolvasok egy-egy részletet belőle, ezt kívánom önöknek is, és azt is kívánom, hogy lejjék olyan nagy örömüket ebben a könyvben, mint az előző 9-ben, aki elolvasta, meg talán ebben a beszélgetésben is, mert azt gondolom, hogy kaptunk zenei élményt, irodalmi élményt, mindenkinek köszönjük, aki ezt biztosította számunkra, és kívánok önöknek további szép estét, és Kati egy kis vendéglátással is készült önöknek, aki pedig könyvet vásárol, vagy bármit kérdezni szeretne a Katitól, biztos, hogy szívesen áll rendelkezésre és dedikálja könyveit. Köszönjük szépen, és további szép estét kívánok!